Üdvözlöm mindenkinek! Üdvözletem mindenkinek! Itt újra Gred. Mai napon Vaporesso. Mi lenne más? Kérem szépen, mi lenne más? Vaporessónak ismét köszönöm szépen, hogy eljuttatta hozzám ezt a fajta podot. Mai napon egy podot veszünk górcső alá, méghozzá egy Vaporesso Zero Renova. Doboza így néz ki. Sample. Tehát ez egy bemutató példány volt. Én meg vagyok vele elégedve, azt mondom. Ahhoz képest, hogy pod, nekem bejön. Na, ne menjünk ennyire előre. Nézzük meg, hogy mi van benne a dobozban. És... mik a lehetőségek, amik specifikációk. Mérete 80,2x31x13,5 mm-es, tehát ekkora, így néz ki. 2 ml-es pod kapacitása van, 650 mA-es aksi van benne, 1 amperes a töltési része, cink. Zinc alloy. Most pontosan nem tudom mit jelent, de fém. Fémből van, hogyha minden igaz. Zinc. Teteje az meg PCTG. Ennyire néztem utána, hogy PCTG a teteje. Na mindegy. Tehát, product contains egy darab ilyen pod. Egy darab 2 ml-es PCTG pod, tehát ami a tetején van, ez a pod, podfej. Egy 10 ml-es kis tubusocska, amivel tudjátok újra tölteni a magát a fejet, mert ennek van külön töltési vizgerája. És egy USB töltőkábel van benne. Press to fill mechanizmus van benne, tehát hogyha... azt mindjárt megmutatom úgyis. Ami itt az oldalán még van, azt felolvasom nektek. Omniboard mini alaplap processzor, alaplap található benne. Egy C-cell coil, ami be van építve, nem tudom mi az a C-cell. Van egy extra mesh pod, ami benne van, illetve a Presto Fill System, amit mondtam. Ahogy benten megyünk, itt található a plusz podfej, egy micro USB-s töltőkábel, és amik átlagban szoktak benne lenni, egy ilyen QR kódos, hogy megtudjad, hogy igazi-e. A Presto Fill használatáról egy kis útmutató. Warranty card. És a használati útmutató, ami benne van. Több nincs. Illetve van maga a kis tubusocska, ami most jelenleg nem tudom hol van, de ugyanilyen kis szára van, és azzal, hogyha mindjárt megmutatom. No. Összecsuktam. Ez mi volt? Nem tudom, valamivel belekönyököltem, ami fájt. No! Itt alul található egy indikátorjelzés. Nem tudom, miért nem látszódott, de zölden világít. Tehát, hogyha zölden világít, akkor teljesen fel van töltve. Hogyha kéken, akkor már merülőben van, hogyha pirosan, akkor már tölteni kell. Alul található a töltőkábel bemenet. Podfejet könnyen így le tudod szedni, és könnyen le tudod tisztítani egy papír zsebkendővel, ami esetleg ide kifolyt. A Presto Fill System, tehát ott az a rész, nem tudom mennyire fog látszódni. Be kell nyomni, és ott lejön az a kis tubuska, és úgy tudod tölteni, hogyha az megnyílik, és úgy megy bele ugye maga a liquid.
erős mágnessel van odatartva, semmi nem esik ki belőle. Gőzmennyiségbe pocszerű, ízmennyiségbe pedig egy kicsivel kezd hajazni az MTL-hez, tehát jobban lehet érezni az ízét, mint eddig akármelyik podnál. Úgyhogy ez valamilyen szinten ugye plusz pond, pod, pond, pont. És az gőzmennyiségbe se olyan rossz. Szerintem. Úgyhogy aki éppen, hogy el akarja kezdeni az elszigizést, annak bőven tudom ajánlani ezt a kis fajta renovát. Mert tényleg zsebbe, akárhova egy kicsit becsúsztatod, aztán már ott is van. Lehet kapni hozzá ilyen nyakbaakasztós részt akár, és akkor a nyakba is hordható, stb. És akkor, hogyha így fityeg, aztán így beleiszol, mint egy kis flaskába, kérlek szépen. És úgy már tökéletes is. Úgyhogy akinek tetszik, nyugodtan nézze meg a linket a leírásba, amit ide pakolok, onnan meg tudja rendelni magának. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi lett volna a véleményem, ennyi lett volna a bemutató. Én Gred voltam, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!